Sziasztok, én ismétetlen Táj vagyok, és folytassuk a kalandjainkat ebbe a játékba, az Adventure-be. És jön egy új robot, ahogy látom, igen, transporter. Az az én nagyon utálom. Első is nagyon sok szívet lesz le négyet, mondjuk nagyon ritka, amikor bemegy. Iszonyatosan sok HP-je van. Szokás, a szerint mindig csak így megáll így az első kockába is, és mint a zenéből is lehet hallani, dobálják ki fel a kis robotokat. Na mindegy. Még van itt ez az ikon, ami nagyon imádok, hogy csak rám én, és berakja azokat, amit előző pályán használtál. Milyen az én fontos. Még itt van az a kis robot, ami lehet az őket szállítani. Na, másmivel mennyivel jobb, hogy két robotot lerakni, és nem kell várni, hogy hagyjon legalább ötöt, hogy le tudjál rakni még egyet. Ami érdekes ezek a hegyek, vagy dombok, vagy nem tudom ki ezek. De van itt kékbe, sárgába, zöldbe, pinkbe, pirosba. Szerintem ennyi fajta szél nincs egy hegynek. Vagy nem tudom mik ezek amúgy. Mi furcsa, mirek vannak rajta. Na, hallom is ilyen. Tudjuk mi fogyasztóssal. Köszönöm a robot, hogy adtál nekünk 5 gyémántot. Már is hasznosabb lettél nekünk. Honnan jön? Nyilván, hogy innen. Nyilván, hogy állt, hogy csak a gyémántot. És itt annyi. Másod az első menet. Jó, nem minden jött. Jó, felülésben vannak védve a robotok. Meg úgy egész pálya. Már csak alul kell. Ilyen bólogatnak is nekünk. Na, jön már. És most számom melyik ebben 8, 12, 16, 20, 20 leverékkel bele, hogy szétessem. Többől emlékeztem. Amit most kapunk, az számom nagyon hasznos lesz ezek ellen. Folyamatosan támadásodat van. Igen. Az első robbanó dolgot megkaptunk játékba. Egy majdnem 10 pálya után. Minimálj. Szóval egy akna. Ami ezt egyből elpusztítja. Egy meg lehet nézni a földet, hogy milyen is lesz. Így ez valaki, és a parzsot kidobjuk, mert nem használjuk. Ez lejött az akna. Ezt úgy is vehetnék, mint a PvZ-ben sima aknát, hogy ezt lerakott sima aknát, és akkor te mi várod, hogy mi lesz még itt.
tehát gyűjtöget a gyémántokat, vagy például napot, zombi odaér, az itt éppen annyi gyűjtesz, hogy le a kis szima levőt. Itt ebben helyezem a gyémántot, aknát és egy katonát. Tehát ki nem tudjuk felül, vagy alulról fogom jönni. Még itt nincs olyan, hogy PvD-be, hogy megvárja, hogy meghallja az első zombi, és akkor utána jön a következő. Vagyis én szerintem olyan nincsen benne. Itt, ha meghallok, meghal vagy nem, akkor is fog jönni valami más. Így beállítom, mikor mi jön. Na pont helyre, jó helyre raktam. Szóval húzott egy évántot. Alul is fel is be van védő nagyjából minden. És a legjobb, hogy nagyon olcsó. Nagyon használható is. Pompon belesik. Már más jól az események. Ugye ez is kiszedi egy aknázásból. Hát belőle már nem kell semmi se rakni. Ezek egy, ha egy van egy sorban, az így levegőben az így jó. Na ez meg egy idővel ezt adj neki. Hasznos az a kis apna. És nyilván felül kell, hogy jöjjön. Mindegy. Jaj, de már. Azt nagyon utálunk ezt csinálja. Nem is mondjuk végigjön. Akkor már szokott megállni egy helybe, ha mindegy. És kaptunk egy kupát. Ami az esvényben. Igen. Le is nézzük ezeket, miért is nem. Igazából ilyen feladatok. Önök vannak, hogy mondjuk lájkokkal hozni nézni a mikrofonon, sajnálom, hogy felveszik az összes izét, a maxra 8-as szintre, a game, hogy meggyémántal kezded el, ilyesmi, szegészre 100 000 metált, összes minirobot legyen meg az összes ellenség, vitt ki a pályákat, nyílt ki levegőbe, mondjuk 2500 robotot, vagy földön, vagy vizen, ha lesz olyan. Egy pályán nyírunk ki összesen ki. Na, egy pályán nyírunk ki 100 ellenfelet. Jártunk a 15 órányit, hát nem tudom, lehet annyit végigvinni. Szóval az a nem is egy. Jaj, meglegyen minden pálya talán, pálya rész. Vagy 2500 filmet kell szereznünk egy pályán. Na jó van. Ez nem érdekel. Hanem most ez lesz. A bonus stage, a mission stage. Na, egy kis izgalom legyen is. Shooting Hero. Igen, itt az a lényeg, hogy van egy kis robot, akkor is egyedül elintézett egy seregnyi robotot.
És így, meg egy királyt, hogy merre lőjön. Ebben a játék mindig én legjobbak. A PvZ-ben is az volt. Még elég sok filmek lehet is szerint ezek a pályákon. És az ilyen pályákon. Felfelejti annyi. Néked is. Majd néked is. Úgy nosszátok lenni te fémet. És azt úgy is van, ki kell fejeződni, hogy tovább másunk a következő pályára. Ja, ja, menjünk jönnek ebbe a sorba. Oké. Okay. Jelentek, csak nyugodtam. Pont eltaláltam. Hát, nagyon gyorsan jössz a szavér. De itt nagyon sokan jönnek egyszer. Na, meg is van, hogy szerintem egy pályán szállat nyíljunk ki. Vagy jelen idő, hogy 50 légi újított nyíljunk. Egy durva itt nem lehet volna meg. Halljon már az idei. De mint a több jönne. Vagy nem tudom, én nem úgy emlékszem, hogy ilyen sokan jöttek volna. Pedig ott nekem utólag sem elintéző, de ezek ezt kell, mert mindenki adott magába egyet, és természetesen egy olyat. Ne, nem lehet kiadja a következőt. Nyilván ilyet kell kiadni, nem van a kis pirosat. Mert csak emlegetni kellett. Na, jól van, megvan, megvan, ügyesek voltunk. Remek. Megkaptuk a következő robotot. Ha jól nem össze, akkor bombázni tudod. Mi a neved? Druppelbot. Ah, igen. 100 éjjúlítnak annyi. És 100 ellenfél kinyitunk egy pályán. Na. Igen. Meg is van a következő pálya. Eddig volt füves, zöld földek, és most sivatag lesz. Igen. De ez már csak következő részben, csak halljátok látni a következő részről, hogy milyen lesz az a sivatagos pálya, milyen új ellenfelek jönnek, új robotokat kapunk, akkor iratkozzál fel rám, lájkolj ezt a videót, én Reptile voltam. Sziasztok!